Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ez a Kezdőkör, a sportos kiveszélő műsorunk, és hogyha bemutatom mai vendégeimet, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű lesz, hogy melyik sportág és melyik csapat adja mai Kezdőkör gerincét, mert itt van velünk Somos Zoltán, ebből még azért messze menő következtetéseket nem lehet levonni, bár talán veled kapcsolatban a kosárlabdát tippelnék. Itt van még Salló István, a MOL Fehérvár SC sportigazgatója. Köszönjük, hogy ismét itt vagy velünk. Szerintem itt eldőlt egyébként. De nem rossz kosárban se van, Salló, magassággal fogva legalábbis. Mindenben otthon van minden. Nem, az te vagy, Laci. Az igaz. Az igaz. Az igaz. És akkor jégkorong. Nyilván azért kell, hogy róluk is beszélünk, de tényleg, ha már itt van velünk Salló István, akkor kezdjük a MOL Fehérvárral, hogyha visszatekintesz az elmúlt pár hónapra, akkor az milyen? Hát ez vele a közepében. Nehéz időszak. Azt gondolom, a bajnokság kezdete előtt egy héttel érkeztem. Ugye az átigazolási időszak felén túl, és egy kupakudarc után. Abban a reményben, hogy a következő három átigazolási időszakkor ugye olyan csapatot tudunk építeni, amelyik versenyképes lesz. Ebből elment kettő. Igazából az elsőt annyira nem is veszem ide, mert az ilyen nagyon szűk volt, és kevés időnk volt. Volt egy nagyon nehéz őszünk, és bíztunk abból, hogy a téli átigazolással azért tudunk nagyot előre lépni. Hát erre most nem tudnék teljesen határozottan azt mondani, hogy sikerült előre lépnünk, úgyhogy elég sok problémánk volt ebben az időszakban. Pedig szerintem, hogyha akár minket kérdezne valaki, vagy a szurkolókat, akkor azt mondanánk, hogy igazolni jól igazolt a csapat. Igen, de... Tehát, hogy jó játékosok érkeztek. Egyrészt nekem is más most már belülről, mert mindig egy csapatot azért belülről is kell látni, hogy működik a csapat dinamikája, kikivel, hogy tud játszani, melyik játék, vagy melyik csapat ellen, milyen játékrendszer ellen, kik azok, akik használhatók, kik azok, akik nehéz helyzetben használhatók, és ebben az évben azért ebből nagyon sok tapasztalatot tudtunk gyűjteni sajnos, mert messze nem úgy alakultak az eredmények, meg alakulnak az eredmények, amit év elején vártunk, de nagyon sok mindenre választ adott a jövőre nézve, ami szerintem a másik oldalról viszont nagyon hasznos. De ugyanakkor ez egy csapdahelyzet is, mert ha azt mondod, hogy nyilván az csak igazolás után derül ki, hogy hogyan működik a kémiája egy csapatnak, és akkor kiderülhet, hogy esetleg mégsem volt olyan jó egy adott igazolás, de az is eszembe jut, amiről akkor beszéltem, amikor legutóbb itt voltál, ahol ugye egyrészt elmondtad, hogy nyilván teljesen más az Alaegerszeg klubvezetőjeként válogatni a játékos piacon, felelősség és lehetőségek tekintetében is, mint az Európai Kupába célzó, vagy ott indulni szándékozó Vidi vezetőjeként. És hát azt is mondtad, hogy nagyon nehéz tényleg olyan játékost idehozni, akinek komoly ambícióként fogalmazódik meg az, hogy mondjuk a magyar bajnokságból jusson ki a nemzetközi porondra. Nem tudom, hogy ezek az igazolások, ugye főleg ukrán játékosok érkeztek azért nem rossz renoméval, Dinamo Kijevből, válogatottsággal a hátuk mögött. Ezek azért beleillenek abba a sorra, amire azt mondta volna a szurkoló, hogy ezek legalább tényleg már nem kiöregedő, vélhetően még ambiciózus adott esetben a lépcsőfokokat látó játékosok. Csak hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy túlzottan be tudtak volna épülni a csapatba. Hát nyilván egy csapatnak össze is kell érnie, ennyi új játékosnál azért ez nem könnyű. És az ősz nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy ugye úgy kezdtük, hogy példátlan a sérülés hullám volt a csapatban, 10 játékos volt sérült. Ugye a Covidra nem illik hivatkozni, mert mindenkit érint, de nekünk mégis az is ilyen pekhesen jött ki, hogy például ősszel, amikor a Covid fertőzések sújtották a csapatot, akkor egyszerre három támadónk esett ki, majd januárban, mikor elkezdtük a bajnokságot, egyszerre három középső védőnk. Tehát, hogyha ez most eloszlik, és azt mondod, hogy kiesik három játékos, egy védő, egy középpályás, egy támadó, azt mondom, hogy na bum, hát azt pláne egy Vidinek tudni kell pótolni. De az, amikor egyszerre esett ki az Ivzőadze, az Iván Petrák és a Kenan Kodró, akkor gyakorlatilag azt azért megéreztük ott abban az időszakban, és nem is nyertünk akkor meccseket. Aztán az év végére úgy tűnt, hogy kezdünk egy kicsit összeállni, de aztán a tavasziról megint rosszul alakult. Ugye ukrán játékosokat említetted, hát nem tudom, mennyi ukrán játékos volt a Vidiben korábban, az elmúlt években. Szerintem nem volt olyan nagyon sok. Most egyszerre van 4,
és beült az ukrán-orosz konfliktus, amire aztán ki a csuda számított, és innentől kezdve azért csomó olyan dolog felmerült, amit előre nem lehetett látni. Tehát még abban is nehéz helyzetben vagyunk, hogy rendesen megítéljük ezeket a játékosokat, mert egyszerűen nem tudjuk a helyzetükbe beleképzelni magunkat, és persze azt látod az edzésen, hogy csinálják, és akarnak, és próbálkoznak, de nem tudod, hogy mi van a háttérben. De kell, bocsáss meg, hogy közben, de kell velük, vagy tudtok velük külön foglalkozni? Hiszen nyilván egy réteg azt mondja, hogy profik, és azért vannak itt, de hát ez nem lehet ettől elvonatkoztatni, közben a hazádat lövik. Én azt gondolom, hogy emberekről van szó egy csapatnál, és persze ezt a legkönnyebb mondani, hogy profik, és mindenki tegye a dolgát, jó meg vannak fizetve, de azért ezek akkor is emberek, és akkor tud egy sportoló jó teljesíteni, hogyha azért a háttérben minden rendben van. Na most itt nagyon nincs rendben minden. Annyi előnye van a hátránynak, hogy sokszor az ilyen jellegű problémák, amik a háttérben mondjuk egy játékos teljesítményére negatívan hatnak, arról nem biztos, hogy tudsz. Nem tudod, hogy elhagyja a barátnője, vagy mi történt, hogy beteg az édesanyja, bármi olyan lehet, amiről nem biztos, hogy tudsz. Itt nyilván tudtuk a problémát, annyiba tudtunk nekik segíteni, amennyiben lehetett. Mit tudom én, volt olyan játékos, akit hirtelen jöttek a menekültek, és szállást volt, hogy 15-en laktak nála, akkor segítettünk nyilván elhelyezni ezeket a rászorulókat, hogy ne nála legyenek, őt akkor egy másik lakásba, volt akinek a felesége nem tudott átjönni, akkor abba próbáltunk intézkedni, hogy át tudjon. Tehát mindent, ami lehetséges, azt megpróbáltunk nekik segíteni, sokat beszéltünk velük, de ezek olyan jellegű dolgok, amit nekik kell leküzdeni. És más egy picit mondjuk Iván Petrák esete, akit azért már ismerünk régebb óta, és más, amikor idejön a Savanov vagy a Lednev, akik épp hogy beestek, semmit nem tudunk, még nem ismerjük őket annyira, hogy maga az arc kifejezésén lásd, hogy van probléma, nincs probléma, úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt velük. Nyilván felmerültek olyan dolgok, hogy miért kellett 4 ukrán, hogy az több, mint amennyi elvárható egy csapatnál, mert hogy krikkesedés alakul ki. Ez meg megint egy olyan dolog, hogy ugye a csapatot, hogyha valaki belülről nézi, hogy milyen érdekes dolog ez a krikket, és hogy ki kivel krikkesedik. Tehát például a színes bőrűek bármelyik csapatban a világon meg fogják egymást találni. Tehát akkor, hogyha most kiindulunk abból, hogy 3-nál nem lehet több egyforma, akár származású vagy nemzetiségű, akkor elég nehéz így kisakkozni. Vagy most mondok egy másik klikket, amire aztán nem hiszem, hogy valaki gondolt volna. Mondjuk a Péter Zsúly, a Kenan Kodró és a Nemanja Nikolic, akik ugye délszláv gyökerekkel megtalálták egymást, és délszláv nyelven óriási barátok. Tehát, vagy itt csapódik még, ugye akkor mehetjük a német vonalat, akik németül beszélnek, a Heister, a Dárdai Palkó, Péter Zsúly, tehát hogy szerintem mindenhol megvan ez a ki kivel van jóba. Nyilván mi se így terveztük, hogy egyszerre egy nemzetből ennyien legyenek, de úgy alakult a helyzet, hogy volt egy jó lehetőség elhozni a Lednevet, ezért úgy döntöttünk, hogy kölcsön vesszük és megnézzük, mert olyan tehetségnek tartják, és azt láttuk mi is benne, nem a Dinamo Kijevben, nem előtte, ahol játszott, hogy tud segíteni. Úgyhogy ez egy ilyen véletlenül alakult így, de nem hiszem, hogy ez okozza a fő problémát a csapatnál. Ahogy hallgattam se ezt, arra gondoltam, hogy tehát színesbőrű ukránokat nem érdemes igazolni, és akkor nagy baj nem lehet. De igen, csak külön-külön egymás után. Tehát nagy számban nem. Jó, de hát, hogyha most ezt összed, mondjuk az ukrán vedd a zászlós hajót a Shakhtar Donetsknél, ugye brazilok és ukránok vannak ott, akkor vehetjük azt, igen, hogy két klik, és mégis egész sikeresen szerepelnek. Mindig felmerül ez a klikkesedés dolog, és volt, amikor, mit tudom én, a délszláv, vagy akár a szerb légióra mondták, hogy túl erős befolyással bír, de azért, amikor mondjuk Lazovic az Európa Ligában rugott gólt, és Nikolic volt az edző, és még itt volt Csepovic, akkor szerintem azért mondjuk a Chelsea ellen kevesen szomorkodtak, hogy délszláv klik van az öltözőben. Hosszabb távon persze mindig mindent utólag meg lehet magyarázni. Nekem erősebb kétségeim vannak azzal kapcsolatban, és ez is felmerült sokszor itt az adásban is, hogy az a vezér egyéniség, vagy egyéniségek, akik korábban mindig nagyon erősen jelen voltak a csapat akár öltözőjében, akár szakmai stábjában, azok most mintha nem lennének. Ugye itt a Nico filmje kapcsán, amit most azért lehetett megcsinálni, mert hál' Istennek tényleg nagyon szép gólrekordot döntött,
ő maga is mondja, és hát nyilatkoznak korábban akár Sándor Gyuri, akár Torgelle, akár Nikolić Juhász, hogy itt nagyon erős egyéniségek voltak az öltözőben. Nem tudom, hogy ezzel most mennyire látsz be az öltözőbe, hogy ez mennyire van így, nem a klikkek a lényeg, hanem hogy tényleg, hogy van-e, aki ott rendet tartson. Hát egyrészt ezúton szeretnék Nemanja Nikolićnak gratulálni szívből, mert azt gondolom, hogy egy ilyen csúcs az szenzációs. Én azt mondtam az öltözőbe a csúcsa után, hogy nem biztos, hogy ő meg fogja élni, amíg ezt valaki megdönti, mert a mai futballban erre azért ez kell 10 szezon legalább, és kiváló teljesítmény, hogy ezt meg tudja dönteni, meg hát ugye még nem állt le, nem tudjuk, hol lesz a vége ennek a dolognak. És valóban sokszor felmerül a Vidi kapcsán, hogy ezek a vezérek kimentek, és ki lesz az új vezér. Most erre most azt fogom mondani, hogy nyilván vezéreket akarunk igazolni. Nem egyet, nem kettőt, tizet. Tehát, hogy ez benne van a fejünkben, és mi is tudjuk, hogy ezeket a típusú játékosokat kell keresni. De nagyon nehéz megítélni, főleg, hogyha most külföldiekről beszélünk, hogy aki mondjuk Ukrajnába, vagy Boszniába, vagy Szerbiába vezér az idejövőben, ugyanúgy képes-e ezt a szerepet betölteni, vagy nem. Ott is kijön ez a erős egyénisége, vagy nem. Vagy ugye, amikor a szurkolókkal beszélek erről, és ugyanezeket a témákat feszegetik, akkor tőlük is megkérdeztem, hogy mondjál ma a magyar válogatottból, ami ugye a magyar futballnak a krémjét képezi, egy játékost, aki azt mondta, hogy na ő a vezér, hozd ide, és ő majd itt a csapat élére áll. Vagy mondhatok a rivális csapatokat is, hogy ott ki a vezér, tehát hogy mint hogyha ezek a régi vezérek, amilyen, ugye múltkor hallgattam Farkas Balást egy podcastba beszélni, és ő is ezt emlegette. Hol vannak ma már a Farkas Balázsok, vagy Erős Karcsik, vagy a Kovács Zolik, vagy Weber, vagy a Fradiba Lipcsei. Sallói Istvánok. És a Sallói az azért nagyon érdekes, mert ugye én cséká voltam a Vidibe, és mikor elmentem Izraelbe, akkor ott a legnagyobb sztára, te ott voltál, ugye az Ohana nevű játékos, aki akkor aztán, hogyha nem tudunk elképzelni. Az első héten összetűzésbe keveredtünk, és akkor, mikor elkezdett nekem dumálni, mert ugye egy teniszt játszottunk, ilyen lábteniszt, ahol csalt folyamatosan, hogy kim volt a labda meg belül, meg nem hagytam magam, és bementünk az öltözőbe, és üvöltözött velem, és odavágtam neki, hogy te mit kiabálsz, te ki vagy? És megállt a levegő az öltözőben, mindenkit ilyet még nem hallottak, tehát hogy erre mit fog válaszolni az Ohana, és akkor ő is megdöbbent, és akkor rám néz, tudod, ki vagyok én? Aki eldöntöm, hogy te itt maradsz, vagy nem. De onnantól kezdve kialakult köztünk egy nagyon erős rivalizálás, és ő egyből tudta, hogy jött egy olyan egyéniség. Tehát én, amikor a bajnokok lettünk kint, hogy visszanézi az ember, hogy kik alkották a csapatot, és 7-8 olyan játékos volt abban a csapatban, akikből azóta vezetőedző lett, sportigazgató, klubvezető, vagy akár civil életbe vezető beosztású. Tehát, hogy valóban voltak ilyen típusú játékosok, de ez nagyon nehéz ma találni. Most a Dárdai Pali ugye itt volt két hete, és pont erről beszélgettünk, és ő is azt mondta, hogy fiasz, a Bundesligában sincsenek már. Tehát azok az igazi, erős karakteresek, amilyen John Terry volt, Lampard, vagy Gerrard, akik a mai fiatalok már nyomkodják a telefon, megkapják a fizetést, és tényleg nehéz megtalálni ezeket a játékosokat. A mai fiatalatot mellette? Csak a fiatal csak a fizetést nem kapta. Azt nem tudhatjuk, de a lényeg az, hogy igen, tényleg szükségünk lenne olyan játékosokra, akik főleg, ez amit mondtam, hogy sokat tanultunk ebből a helyzetből, hogy ekkora negatív eredménybe szaladtunk bele, hogy látni a csapatot, hogy erre hogy reagál, és látjuk a problémát. Tehát, hogy de akkor ez... mi a probléma? Azt mondtad, hogy nem a klikkesedés, meg most azt mondtad, hogy, és akkor is meg akartam, hogy most azt mondtad, hogy látjátok, hogy mi a probléma, hogy mi a probléma. Hát azok a karakterek, tehát nekünk, ahogy elmondtátok például, hogyha a papíron megnézzük, hogy kiket igazoltunk, most 10 játékost igazoltunk, amiben azt mondom, hogy 3,5 az előző ére igazolása volt, 6,5 már az én érkezésem után, a felett azt a Lamingellót mondom, akit az előző, előttem lévő időszakban választottak, vagy jelöltek ki, és az e-mailek nagyon szerették volna leigazolni, de nekem kellett végül rámondani az igen, tehát hogy azt mondom, hogy benne voltam én is. 10 játékost igazoltunk ebben az időszakban, akire azt tudom mondani, hogy 9-re azt tudom mondani, hogy
nem nyújtunk mellé, pont ő az, akire azt mondom, hogy nem bált be, úgy tűnik, de ezek jó játékosok, ha a csapat jó. De olyan játékosunk nincs, amikor a csapatnak nem megy, akkor azt mondja, hogy add ide a zsugát, majd én megoldom a helyzetet. Tehát ez hiányzik a csapatunkból, akik azt a felelősséget fölvállalják, és átlendítik a csapatot a nehézségen, amibe kerültünk az elmúlt időszakban. Tehát valószínű, hogyha most meglendülne a csapat szeker, és elkezdenénk jól játszani, akkor ezek a játékosoktól csodát látná, de egyelőre nem látom azt közülük, aki képes az élére állni ennek a csapatnak. Valahogy olyan érzésem van, hogy a régiek, akik ugye régóta itt vannak, és meghatározói voltak a Vidinek, és főleg a Siker szériának, már nem tudják annyira húzni a csapatot, az újak meg még nem tudtak úgy beilleszkedni, hogy ők meghatározók legyenek. És ez az átmeneti évünk ilyen szempontból eredményezi ezt a fajta összeomlást, ami azért nem normális valamilyen szinten, hogy a csapat ennyiszer kikapjon zsinórban. És akkor érdekes ez a karakterek, hogy a Salec említette, valóban Dárdai Pali kapcsán a Hertánál hárman volt a csapatkapitány, volt ő a Madlung, mint helyi sztár, illetőleg a Josip Simonics, a horvát védő. És a Pali, olvastam a médiában, hogy összeverekedtek edzésen a Simonicsal, és mondja Pali, hogy a Hertánál ez nem volt különleges. Viszont a másik oldalon, amikor mi Zenicán a Bozsik Péter irányításával nyertünk 3-1-re, ment vissza a Pali Berlinbe hétfőn, a meccs után, és kérdezte a Simonics, miért ezzel nyertünk 3-1-re. És azt mondta, hogy ő volt az első, aki átölelte, hogy ez egy óriási eredmény, mert a horvátok se tudtak ott nyerni. Tehát azt mondja, hogy az edzésen szikrázott a gyepszőnyek, tehát az olimpiai stadionba, és nagyon jó barátok voltak, de mégis tétre ment, és azt mondta, azok a karakterek most már a Hertha öltözőjébe se talált olyanokat, mint akár ő volt, vagy mondhatnám a neveket. Tehát változott a világ, úgyhogy valószínűleg ők fogyhattak inkább el, vagy lehet, hogy nem tudom, tehát biztos, hogy jól hát, körül néztek a piacon. Nem, hát nyilván, hogy meg lehetne találni ezeket, de most mindennek megfelelni, hogy szakmailag, sportszakmailag az a típusú játékos legyen, amit mi szeretnénk, ide akarjon jönni, pénzügyileg megfelelő legyen, vagy elérhető, és még olyan karakter legyen, tehát hogy ugye erre törekszünk. Tehát ez a cél a kiválasztásnál, hogy megtaláljuk ezeket a játékosokat. És ugye Kovács Janinak volt egy nyilatkozata, ami szerintem teljesen félreérthető volt. Ő egy hosszabb időszakról beszélt, az elmúlt több mint 2 hónapról, hogy micsoda feszültségek voltak akár adott meccsen, de ott a nyilatkozatában úgy jött le ez az egész, mint hogyha egy napi szintű feszültség lenne az öltözőben, ami pont nincsen. A kapusról beszélsz, igen, ugye? Igen, kapusról. Hogy majdnem verekedés, ugye aztán ezt átfordították úgy, hogy verekedés volt az öltözőben, de csak vita, meg veszekedés, de nekem is egy picit abban hiányérzetem van a mi csapatunknál is, hogy megnézem az edzéseken, akár az öltözőben, hogy kevés az az összefeszülés, amiről Laci is beszélt, hogy én ezt úgy mondtam pont össze az Iminek, hogy a nekem személy szerint havonta egy balém nem volt edzésen, tehát hogy vagy összeugatni, vagy összerugdosodni, vagy valami olyan nem történt, akkor nem ér a nevem. Tehát, hogy csak nekem személy szerint. De úgyhogy egy egész csapatnál nincs ilyen jellegű dolog, ez pont azt mutatja, hogy az a pár ember hiányzik, aki ezt másik irányba el tudja billenteni. Hát, és ebben pont... van hiányérzetünk, és nyilván nekünk a kiválasztásnál még nagyobb szerepet, vagy még nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, igen. Hangsúlyt kell arra fektetni. Nem az Zoli, jó. Tehát, hogy hagyom érvényesülni. Nagyobb hangsúlyt kell így van erre fordítanunk, hogy ebbe előrelépjünk. Mert meggyőződésem, hogy a csapatból ez hiányzik. Az a 3-4 olyan ember, aki ezekben a nehéz helyzetekben át tudja húzni a csapatot. Akár úgy, hogy becsukjuk az öltözőt, és azt mondjuk, hogy ugye gyerekek, most kimegyünk, nem érdekel minket senki. De kimegyünk a pályára, és itt még egyszer nem fordulhat elő. Ráadásul ellenkezőre van példa, és azt gondolom, hogy persze ez ilyen indirekt módon, nem azt mondom, hogy erősítés, de legalábbis nem gyengíti a csapatot, mert van olyan játékos is, aki pedig miközben kiváló képességű, épp az elvárások súlya alatt nem bír teljesíteni. Ezt más fehérvári csapatok kapcsán is sokszor felmerült, és itt most Zivzivadzét tudnám mondani, aki egyébként egy ragyogó csatár volt a Mezőkövesben, amióta elment Újpestre, elkezdte megint, bocsánat, fosni a gólokat, és közben itt volt Fehérváron,
és a kutya nem bánta szerintem, hogy megszabadult tőle a csapat, mert itt pedig olyan szintű összeomlást látunk, amiről én nem tudok másra következtetni, mint hogy ahogy a sportigazgató sem ugyanazért a célélkű Zalaegerszegen, meg Mezőkövesden, ugye egy Vidiben is pályára lépni, nyilván sokkal nagyobb nyomás és elvárás, és hogyha valaki ennek nem tud megfelelni, akkor egyébként lehet kiváló játékos Mezőkövesden. Látjuk, hogy itt nem sokra megyünk vele. Na, ez egy másik aspektusa, ugye, amikor arról beszélünk, hogy milyen szempontok alapján kell igazolnod, és ez a legnehezebb része, hogy valaki egy kis csapatba kiemelkedőt tud nyújtani, elmész egy nagy csapatba, ahol ugye mi történik, lesz riválisod. Tehát a Budu bármikor játszott, ha kezdő volt, már azt látta, hogy a Nikolic a háttérbe melegít, ha 20 percet kellett, neki kellett beállni, akkor meg 20 percet kellett megváltani a világot, és ez egy teljesen más mentális állapot kell ehhez, mint hogyha te olyan helyen játszol, mindegy, mit csinálok, én mindig játszom. És ő ezt nem tudta megugrani. Azzal együtt is én úgy gondolom, hogy videóton szintű futballista legalábbis, amilyen gólokat, nem csak hogy meccset eldöntöm, milyen zseniás gólokat lő, tényleg nagyon fontos, hogy hogyan használnak egy játékos. Itt volt Mirko Ivanovska, tipikus példa. Nagyon jó ajánló levéllel érkezett Fehérváron. Kariónak nem férte a rendszerében, ilyen úgy érezte, hogy meg is akarja égetni. Az edzőnek itt óriási felelősség elment, a Slaven Belupova gólkirály lett, egy évvel később lett ott Futás Márkó gólkirály, a Hajduk Splitben megint egy élcsapatban nem ment neki, Diós Győrben megint nem, de annyira tipikus volt, hogy Fehérváron rosszul használták, szintén nagyon sok riválissal, és elment egy horvát kis csapatba, és rendkívül nagyszerű gólokat lőtt, de valóban, tehát az a kérdés, hogy mik a célok. De Zivri Badze, én is azt mondtam, hogy meg lehet tőle válni, és más kérdés, hogy ott tökéletes a rendszer, és ezt a Salac fejtette meg tényleg, hogy teljesen más a psziché, akkor, amikor biztosan játszol, és érzed a bizalmat, mint ahogy hogy van negyed órám, és meg kell oldalam. Alapvetően mindenki erre vágyik, tehát, hogy úgy játszak, hogy nincs effektíve riválisom. De ha nincs riválisod, akkor meg történhet olyan, hogy belekényelmesedsz, vagy pedig formán kívül vagy, és kell egy másik játékos. Tehát, hogy például a Budunál is nekem sportigazgatóként ugye egy nagyon nehéz döntést kell hozni, hogy elengeded, nem engeded. Ugye másfél éve van a szerződésből, ha itt maradt volna, és ugyanez folytatódik, hogy nem játszik, és hogyha edzésen, aki látta is, látta, hogy nem érzi egyszerűen jó magát, valahogy lehetett látni rajta a kisugárzásán is, hogy nincs otthon, akkor nyárra van egy olyan játékosunk, aki formán kívül van, nem is érzi jó magát, és még van egy éve a szerződésből, vagy elmegy fél évre, ahol most ugye mindenki azt mondja, hogy milyen butaság volt elengedni, mert ha itt lenne, most éppen a Kenánnak nem megy annyira, akkor tudna ő játszani. De így elment és játszik, gyakorlatilag az értéke ezáltal visszajött arra, ami a valós értéke. Tehát ma nyáron lehet hozni egy döntést, hogy visszahozzuk, vagy eladjuk adott esetben. De ha itt maradt volna és nem játszott volna, akkor elértéktenik egy játékos. És sok olyan játékosunk van a keretben, aki nem kap annyi lehetőséget, ezért nem tudják kifutni magukból ezeket a teljesítményeket. Itt kell nagyon megbecsülni azokat, akik például ilyen körülmények között nem azt mondják, hogy itt nem tudok és örülök, ha kölcsön adnak, mert ugye pont ebben a Nikolic filmben is hangzik el, és aki azért emlékszik arra, amikor ő ide került meg az első szezonjára, tehát volt egy egészen káprázatos formában lévő André Alvesi a Vidinek, 20 fölött lőve lett gólkirály, Nikolicnak 10-15 percek jutottak, még Paulo Souza alatt is. Nem kezdtek együtt, rendre a padról, de ha valakiben az van benne, ahogy ő benne, hogy akkor az alatt a 10 perc alatt kell, és tényleg mindent, és mindig meccsen, minden meccsen volt gólja, helyzete, oda került, bevágta. Egy idő után nyilván ő az első számú csatár, más nem azért, mert mondjuk eladják a riválisát. Tehát, hogy azért van, akiből jót hoz ki ez a fajta versenyszellem. És nem az, hogy bocsánat, én kis csapatban tök jó vagyok, itt meg sajnos nem bírom a kihívásokat. De nem is csak a jót hoz ki, hanem hogy egyszerűen a Nico van egy ilyen mentális keménység. Tehát, hogy ő ha játszik, ha nem játszik, fölfújja magát, és a 10 perc alatt is képes teljesíteni. Kevés ilyen játékos van, aki erre képes. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű történet. Na, a fiamtól kérdeztem Amerikában, hogy amikor csere volt, és akkor puffogott, hogy ő miért nem játszik, és akkor mondom neki, hogy a többiek mit szólnak, akik nem játszanak. Apa, rajtam kívül senki nem szól. Tehát, hogy nyugaton az, hogy te nem vagy kezdő, de a csapatnak a tagja vagy, és annyit teszel hozzá, amennyit éppen az edződ rád bíz, az is egy elfogadható pozíció egy csapaton belül nálunk. Van egy ilyen ciki érzete ennek, hogyha valaki nem kezdő, és akkor ezt úgy nem is élik jól meg. Hát eleve talán a közvélemény részéről is onnan jön egy is, ilyen, hogy jönnek a barátok, hogy jönnek a barátok, menedzserek, és pedig
mindenki nem tud játszani. Tehát a Nikónak múltkor pont megnéztem a 216 meccsen, ha jól emlékszem a Vidibe. Szerintetek hányszor volt csere? 216-ból. Hát, több, mint a fele, nem? Nem, de 76. Tehát nagyon maga, nekem engem meglepett. Tehát nem, nem mindig nem, az nem, van, hogy a Nikó, mint meghatározó játékos a Vidinek, és tényleg ő nem is tudom, mi lett volna 90%-an kezdő hány gólnál tartana. Hát 20-20 éves körül került ugye ide, gyakorlatilag egy Kaposvárból, mondom úgy, hogy a Vidibe volt előtte gólvágó, tehát nem is nagyon számolhatott reálisan azzal, hogy őtti kezdő csatár lesz. Mindig az adott lehetőséggel élt. Aztán kiderült, hogy milyen remekül megvannak Alvessel ugye együtt is a pályán, meg utána már nélküle, tehát hogy ő valóban kivívta magának ezt, és nem akarom, hogy ha még ezzel kapcsolatban mondaná valamit Laci belét, mondta, csak az előbb te mondtál ki azért egy szempontot, azért jó lenne, hogyha beszélnénk egy kicsit az edző szempontról itt a csapatnál majd. Nikolić Mezőgyörgynél érkezett, és Alvessel játszott előzőleg egy évet Kaposváron, és Mezőnél játszott, és aztán Paulo Sousánál nem. Megkaptam a magyar állampolgárságot, és Cserpakovics András polgármesterőnek volt egy zseniális dumája ezzel kapcsolatban, ő adta meg neki, azt mondja, én hibáztam el, és én törtem kettő majdnem a karrierjét, hiszen ha portugálnak magyarosítom, vagy ide portugálnak honosítom, akkor biztos, hogy játszanak. Ezt én rontottam, mert adtam neki magyar állampolgárságot, portugált kellett volna, és teljesen más a helyzet a Vidibe. Megérte volna egy portugál állampolgársági esküt itt a Városházán. És aztán tényleg elkezdte párosával rúgni a gólokat, és aztán felépítette magát. De valóban akkor nagyon komoly erényei voltak a futballjának. Gyors volt, és a kapu előtt rendre gyors döntéseket hozott, és nagyon jókat. Ami nyilván megvan most is. Itt a Vidi szereplését befolyásolta, hogy neki sem volt olyan az ősze. Tehát, hogy egy kicsit talán jobban teljesített, akkor talán a csapat szinten is. Hát meg ősszel játszott, azért 5-17 meccsben, azt hiszem 13-szor kezdő volt. Tehát, hogy én neki azt mondtam viccesen, hogy a Zalaegerszeg az első fordulóban ott meg lehetett volna a csúcs. Mert három olyan helyzete volt, amiben Nikó szerintem álmában is minimum kettőt bevág, és ott nem sikerült neki. Tehát, hogy de nyomasztotta őt szerintem ez a rekord, mert amikor csatár rágörcsöl a góllövésre, akkor általában az nem szokott jól elsülni. Hát ez Zoli is említette meg azt is ezt az edző kérdést, meg ugye szóba került Dárdai Pál is, és ugye itt a sajtót azért bejárta, hogy Dárdai a Hertás segítőjével együtt edzésen is megjelent, edzést is tartott. Kicsit már túl. Meccselt is, nem? A Kisvárda ellen már ő lapadott. Igen, akkor egy kicsit ez azért már túl lett. A sztori lényege az, hogy ugye a Palival jóban vagyunk, együtt dolgoztunk a válogatottnál. Nagyra tart. Igen, én is őt. Imivel is nagyon jó viszonyban volt, tehát korábban is beszéltünk arról, hogy egyszer eljön majd edzésen is megnézi a csapatot, mert sokat beszélgettünk így, amit a meccsen lát, és akkor hogy az edzésen így, meg úgy, és mondtam, hogy egyszer gyere el, nézd meg az edzéseket is, hogy ott mi történik, és nyilvánvalóan ráér. Idejében 4-szer volt egyébként 4 bajnokink, nem 3 bajnokink, meg egy kupa meccsünkön is volt, tehát sokszor jött. És volt 3 nap a Fradi meccs előtt, amikor valóban itt volt, és megnézte az edzéseket. Ezt ugye már korábban megbeszéltük, de akkor már új edző lett ugye a Mihály Boris, tőle megkérdeztem, hogy zavarja, nem zavarja, ami azt mondta, hogy semmi gond ezzel, sőt, de egyébként bevett gyakorlat, hogy hospitálnak így az edzők. Most nyilván az ő személye azon a pletykákra ad okot ilyen szempontból, de nem erről volt szó, tehát hogy abszolút nem ez volt a célja az egésznek, de aki ismeri a Palit és kapcsolatba kerül vele, szerintem mindenki szívesen beszélget vele, mert mindig mond olyan dolgokat, amivel az ember tanul vagy okosodik, tehát hogy szerintem kimondottan hasznos volt. Gondolom nem publikus, hogy mit mondott. Nézd, csapatjátékát tekintve. De nem maga ugye a játékosokról beszélgettünk nyilvánvalóan, ugyanazokat mondta el, ami az ő megérzése volt, tehát hogy kell az a 3-4 meghatározó ember, kell több sebesség a csapatba, tehát ugyanolyan véleményt fogalmazott meg, amit szerintem mindannyian látunk, tehát olyan nagy hókusz-pókusz nem volt ebbe a történetbe, de ő is ugyanazt mondta, hogy az edzésen rendesen dolgoznak, nincsenek klikkesedések, nem látja ezeket a dolgokat, úgyhogy amit látott nyilván, de most ez olyan szempontból ennyire nem mérvadó, ez egy sima parátkozás, tehát én azt gondolom, hogy a Pali kötődik is a Vidihez, valamilyen okból kifolyólag, plusz most itt játszik a fia is, úgyhogy így még nagyobb hangsúlyt fordít a Vidire talán.
Van annak egyébként bármi realitása, hogy egyszer mondjuk Dárdai Pál legyen a MOL-Fehérvár edzője? Akár tényleg anyagi kihívás, akár szakmai, akár egy érzelmi döntés alapján tényleg itt meg lehet győzni egy Dárdai Pált, hogy akár a Vidinél, vagy akár Magyarországon egy klubcsapatnál ő dolgozzon. Laci, te nagyon rázod a fejed? Szegeden játszottunk a Vidivel, és eljött, akkor találkoztam el először, és szerintem rövidesen mennybe megy a Hertánál, hogyha kiesnek, akkor igazából... Most a kupa meccsen találkoztam el? Igen, a szegedeni kupa meccsen, amikor két olyan gólt rúgtunk, ami alig hihető volt ott, és azért jellemző volt a klubra, hogy 20 percig nem megyünk át a félpályán, majd lőttünk két olyan gólt, amit azóta sem nagyon láttam magyar bajnokin, és ott beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy mi történt, elmondta Hertás sztori lényegét, és mutatta, hogy Kínából jött egy nagyon súlyos ajánlata, mutatta az összeget, alig volt hihető, négyessel kezdődött, és nagyon sok nulla volt mögötte. És azt mondtam, hogy akarsz még edzősködni? És azt mondta, hogy nagy valószínűséggel nem. És mondom, ezt komolyan gondolod? És akkor annyit mondott, hogy meghalt az anyám, meghalt az apám, meghalt az öcsém. Maradtam én, egy gyönyörű családom, három gyerekem, akik rendben vannak. És a kérdés az, hogy mennyit szeretnék élni. És azt mondta, hogy játékosként eleget kerestem, most is rendben vagyok. Azt mondta, most semmi nem időkolja, hogy edzősködjek. A folytatásban se biztos, hogy azt akarom választani. Tehát úgy picit meg is ható volt, ahogy beszéltünk erről, és azt kellett mondanom, hogy végig gondoltam pár percet, hogy lehet, hogy igaza van. Az más kérdés, hogy lesz olyan ajánlat, mert a Hertha neki mindig szívügye lesz. Tehát, hogyha ott rendeződik, ha kiesnek, lehet, hogy azért vállalja el, ha bennmaradnak, lehet, hogy azért. Tehát szerintem egy ilyen visszatérő momentum lesz az életében az a klub, de most azt mondta, hogy így nagyon jól érzi magát, ahogy most van. Én azért optimistább vagyok ebbe, én szerintem azért nem reménytelen, és sajnálnám is, hogyha Pali nem dolgozott edzőként a jövőben, mert szerintem ő erre született. Szenzációs meglátásai vannak, megérzései, akár pedagógiai, pszichológiai szempontból is, ahogy nyúl a kerethez, a játékosokhoz, mikor mit mond, van egy lehengerlő habitusa, amivel azt gondolom, hogy nagyon könnyen maga mögé tudja állítani a csapatot, a nézőket, a médiát. Úgyhogy én bízom azért abban, hogy lesz ő edző, csak a megfelelő feladatra vár. És hát jó, én meg nagyon szeretnék vele dolgozni egyszer, úgyhogy még egyszer. Úgyhogy, hú, ezt milyen szép egy levegőben hagyjuk, már látom, hogy ezt majd idézni fogják azért az újságok. Igen, holnap megjegyik, és Sallói együtt akar dolgozni Dárdaival. Lehetőleg már a nyáron. De azért abból a régi álma teljesülne. Igen, abból, amit Laci elmesélt, nekem megint lejön, és egyiket nyilván eddig nekem teljesen, nem ismeretlenül, mert mit tudom, annak ide biztos nyilatkozott nekem is még játékos korában. Hogy rá. Nem, arra biztos nem, én már biztos jobban, hogy tehát lejön az embernek, hogy rendkívüli egyéniség Dárdai. A magyar futballon meg talán azért még annál tágabb horizontot nézve is. Részben valószínűleg pont ezért, mert nem csak egy végtelenül profi, hidegfejű, jó számító vagy jó szakember, hanem mert tényleg akár az érzelmi, akár az intelligencia, akár a lelki vonalat nézzük, nagyon könnyű tényleg azonosulni vele. Én azért szurkoltam abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy a Vidi leigazolja az ő egyik fiát, mert azt gondoltam, hogy ez tényleg őt is egy kicsit közelebb hozza majd nyilvánvalóan. Semmi rossz nincs ebben. Egyébként szerintem Dárdai Palkó a jó játékosok közé tartozik ebben a jelenlegi csapatban, és nem is nagyon lehet panasztalán a teljesítményére. Úgyhogy hát akkor jó, majd akkor innen abba bízunk, hogy neked lesz igazad, és nem Lacinak a megjegyzése kapcsán. Viszont egy kérdést azért akartam feltenni, mert ha már mondtad, hogy például Dárdai az elképesztő lehengerlő és profi, egyiket szerintem ösztönös kommunikációjában veri a mezőny. Nyilván te is úgy voltál ezzel, és ennek láttuk sajnos tényleg kicsit ilyen gonoszkodó, kicsit ilyen nagyon negatív felhangjait, hogy Szabics Imrének pedig pont ez volt talán a legnagyobb fogyatékossága. Én azt gondolom, hogy még 4-5 meccses vereségsorozat is a legjobb edzőkkel is előfordul, ettől persze még nem mondom, hogy nem hibázott, ő meg a szakmai stáb. De valószínűleg tartom, hogy mindenki szemében inkább azért bukott meg, mert valahogy képtelen volt ezt lekommunikálni. Hát nyilván Imi nem szeretett különösebben kommunikálni így, meg talán nem is volt hozzászokva ugye a korábbi szerepéből kifolyólag. Én sajnáltam, mert tényleg nagyon szerették volna, hogy ez működjön, ez a projekt. Ő is, a Juhász Roli, Torgeles Anyi, de egyszerűen szerintem pekjük is volt, mert mondom, a Vidi egy ilyen átmenti időszakban van,
és ez rájuk is nagyon nagy hatással volt, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult, mert tényleg a magyar futball olyan egyéniségeiről beszélünk, akik közelmúltban hagyták abba, és tényleg nemzetközi tapasztalatot szereztek, úgyhogy remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy máshol nem kapnak munkát, de most sajnos ugye három vereség után mindenki úgy érezte, hogy meg kell lépni a klubnak az edzőváltást. Sanyira ki mondta meg? E-mail. A takarítónő. De viccet félretéve, ugye, és akkor tényleg, ami szerintem még nagyon érdekli a szurkolót, mert szurkol mindig próbálok egy ilyen helyzetben szerintem előrefele nézni, hogy jó, rendben van. Most ez van, de akkor hogyan tovább, merre? Ugye említetted, hogy vezéreket akartok igazolni, lehetőség szerint 10-et. Most ugye azért... Igen. De hogy ugye, és nyilván egy magyar csapatnak a tárgyalási pozícióját azért nagyban befolyásolja az, hogy a nyáron lesz-e nemzetközi kupa vagy sem. Ugye ez még mindig teljesen nem úszott el, de nem finoman fogalmazza sem, hogy a csapat kezében van ebben a tekintetben a sorsa, hiszen ugye gyakorlatilag egy ferencvárosi kupagyőzelemmel és bajnoki címmel és fehérvári negyedik helyjel indulhatna ugye a konferencia ligában a csapat. Hogy most akkor mennyire vagytok ebben a tekintetben nehéz helyzetben? A bajnoki cím nem kell. Bajnoki cím, ja, nem kell bajnoknak lenni, csak megnyerni a kupát. Nyilván ez a lehetőség még előttünk van, és a negyedik hely megszerzése azt gondolom az egy reális cél lehet, bár nem lesz egyszerű az sem, mert nagyon szoros a mezőny, ott összetorlódott mindenki. De bízom benne, hogy ez a Dirmoti győzelem egy kicsit pozitívan hatott a csapatra, ilyen szempontból szerintem a Kisvárd elleni meccs nagyon fontos lesz. Úgyhogy abban bízom, hogy a negyedik helyet meg tudjuk szerezni, valóban ez érhet nemzetközi porondot, és az átigazolásoknál azért sokat lendítene rajtunk. Azzal együtt, hogy azért mindenki tisztában azzal, hogy a vidé hosszú távon egy élcsapat ebben a régióban, és ott a helye Európában. De jó lenne, hogyha nyáron is áll ez a lehetőség. Nyilván segítene. Ez egy nagy könnyebbség. Van egyébként már kiszemelt? És nyilván nem kell nevet mondani, meg nem is szokás, de hogy szurkoló nyilván ilyenkor az, hogy akkor ti már tudjátok, hogy fog kinézni a nagyjából a jövő évi, a nyári. Ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy folyamatosan egyeztetünk ugye a szakmai stábbal. Megvan ugye nekem is egy elképzelésem, hogy hova kellene igazolni, hol kellene megerősíteni a csapatot. Ilyenkor felállítunk egy úgynevezett játékos profilt, és akkor azt mondjuk, hogy keresünk egy ilyen és ilyen típusú játékost, korba, stílusban és pénzben is egy belőhetőt, és akkor ezekre szűkítjük. Ugye van egy scout részlegünk a klubnál, és az ő dolguk az, hogy ezekre a pozíciókra leszűkítsék azt a 4-5 nevet, akik közül választani tudunk, és akkor meglátjuk, hogy ki elérhető. Most első körben nyilván ilyenkor azokat pásztázzuk, akiknek lejár a szerződése nyáron, mert velük már most is lehet tárgyalni, van is folyamatban pár tárgyalás, sőt Magyarországon is megnézzük ezeket a játékosokat, akik adott esetben úgy érezzük, hogy erősítést jelentenek. Tehát ez már folyamatban van, ez a munka, de folyamatban volt ez ősztől, tehát hogy azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamatos, körkörös forgás, hogy még vége sincs az egyik átigazolásnak, már mész a másikba bele, és akkor megnézzük, hogy ki van. Plusz vannak azok az utókövetések, akik nem jöttek be, de nagyon szerettünk volna, hogy azokkal mi lett, hova mentek végül, ott játszanak-e, onnan el lehet-e hozni. De a nyár nagyon fontos lenne, mert a téltől sokkal többet vártam, hogy jobban sikerülnek az igazolások, több meghatározó játékos tudunk igazolni, de végülis olyan játékosok érkeztek, akik nincsen, nem voltak játékban, sőt mind a három ilyen játékos, akikről még igazából mindig nem derült ki, hogy hosszú távon, hogy milyen teljesítményre lesznek képesek, mert ez a tavaszi időszak kell az ő játékukhoz. Úgyhogy most azt a magot kell megtalálnunk, aki köré lehet építeni, és leigazolni ezeket a játékosokat.
Hát, hiszem, hogy abban bízunk, hogy könnyű helyzetben lesznek majd a nyáron az igazolásoknál, arra a tekintetben, könnyebb. Hogy lesz, vagy könnyebb helyzetben, hogy lesz nemzetközi kupa. De nagyon rövid a műsoridőnk, és méltatlan lenne, ha nem beszélnénk egy nagyon picit a jégkorongosokról is, akik hát most egészen... Salec ezért jött. Hát, egészen magas súlycsúcson. Kár, hogy nem az ő oldalukra tudtam nyilatkozni, mert akkor öröm lehet azért, amikor ilyen nagyszerűen szerepelnek, meg ugye az én is örömmel olvasom, hogy azért... Ha már a Vidinek nem megy olyan jól, akkor van más sportág, ahol viszont a fehérvári szurkolók tényleg kiehetik magukat, és örömet okoznak nekik, és a jégkorong az Fehérváron ilyen, idén meg pláne ilyen, úgyhogy nagyon drukkolok nekik. Van, ugye én kérdeztem, hogy el tudnánk-e menni, mert csapatépítő programnak nagyon jó lenne egy ilyen miatt, de azt mondták, hogy esélyünk nincs, hogy így a csapattal együtt elmenjünk, hogy 30-an beférjünk. Hát most már biztos nem, de vannak ugye olyan metódusok, sportáktól függetlenül itt adás előtte is kérdezted, hogy most mitől megy ennyire jól a hokisoknak, és hát tényleg összevethetjük, hogy mondjuk egy edzőválasztás mit nyom alatban, vagy a megfelelő karakterű játékosok, ezt azért mindenki elmondja, hogy itt azért olyan játékosok vannak, akik adott esetben még győzelem esetén is széttörik a botjukat, ha nem olyan a játék, tehát hogy itt azért megvan a megfelelő karakter kispadon és pályán is. És ez iszonyatosan látszik az idei szezonon. Laci. Érdekes, hogy a debreceni Magyar Kupa vereség volt a mélypont, alig volt hihető, és ahogy a Vidi, a hetes vereség sorozat, az egy győzelem, hogy a szurkoló lélektana hogy változik, hogy most minden rendben van, nem kell hátrafele tekintgetni, már nézünk előre, egy győzelem után a Nikót ünnepeljük, előzőleg azért ő is 5 percet sírt a kamerába, úgyhogy nem történt semmi. Tehát a szurkoló hogy változik, és nagyon érdekes a jégkoron kapcsán is, hogy a Debrecen elleni gyalázatos Magyar Kupa vereség után, most a 4 között van a klub, és minden valószínűség szerint döntőt játszik, tehát hogy egy győzelem ennyire gyorsan tud felülírni mindent, csak ezt akartam kibogozni. Az az optimizmus. Így van. Hát így kell nézni. És azt mondta, hogy minden valószínűség szerint döntőt játszik a volán. De ezt érzitek egyébként a csapaton, hogyha bekerül, akkor mondjuk jó esélye Salzburggal találkozunk majd, hogy ott akkor bármi lehet? Az első filaki meccs is 2-0-ra vezettek, a középső harmadot ott nem gondolták úgy, hogy ugyanazzal a vehemenciával játszanak, fordított a filak, de aztán 3-2 nagyon szoros, úgyhogy a meccs végén a volánnak voltak helyzetei. Az itthoni győzelem optimista volt, magabiztos, a tegnapi meccs egészen félelmetes fölényben zajlott. Én úgy gondolom, hogy lendületből a hazai meccset megnyerik, és utána van még 3 lehetőségük. Én úgy gondolom, hogy ez a volán jobb, mint ez a filak. Nyilván a Salzburg, ahogy áll meg, ahogy erősítették, az egy jobb csapat, de úgy, hogy a volán soha nem volt a 4 között, most pedig bent van, és plusz komoly esélyre a döntőre, de egy elképesztő szezon lehet így. És egy döntőbe bemenni így, akkor teher nélkül? Hát, hogy teher nélkül, ezen a szinten már teher nélkül játszani nem lehet. Ott egy nagyon tisztességes... De ha összehasonlítjuk, hogyha most az Salzburggal játszunk egy döntőt, az nyilván a Salzburgon ott lesz majd a teher, hogy ők az osztrák csapat, az osztrák liga Krözusa, rengeteg jó játékossal, tehát nekik van itt veszíteni valójuk a volán. Ha nem nyeri meg a döntőt, akkor sem bukik. Ebből jobb a fociba, ott csak egy meccs van. És az bármi lehet. Mert ott a közéjük, a korunk meg nem. Igen, itt az három meccs alapján azért. Először jussunk be, döntve tényleg óriási igen. Siker lenne. Hát belegondoljuk, hogy ma 4 közé jutást itt olyan ünneplés követte, mint amikor tényleg nem tudom, az UEFA kupa döntőbe jutott be a Vidi, annyira rendkívüli dolog volt, 17 éve van benne, vagy 15 éve van ugye az osztrák ligában a Fehérvár, és soha nem jutott el az elődöntőig. Úgyhogy nyilván elképzelhető, hogy mi lenne, ha sikerülne. Van realitása valóban, hogy Laci mondja, valószínűleg nem jobb csapat a fillag, de azért láttunk már Garon Vargyut, meg nagy fordulatokat a spórban. Igen. Aztán majd lesz egy-két adás, majd megbeszéljük, hogy mi lesz a döntőben. Először legyen meg a döntő. Én is azt mondom, hogy most ezzel kell foglalkozni. Én pont gondolkodtam, hogy amennyire nehéz adásaink voltak, és nehéz hónapjaink, hogy nem volt miről beszélünk, azért a kosarasok csak a 4. helyen bejöttek, a 11. helyről a rájátszásba, a hétvégén Magyar Kupa döntő, Debrecen ellen lehet nyerni, a Falkó idegenben, megint, tehát lehet a kosárdabb is kivehet valami, tehát van a videóton, hoki, kosár, kézilabda is azért csak elindult fölfele, tehát ezek a nyomasztó hangulatú, kerestük a pozitívumokat ahhoz képest, mert tényleg úgy ülünk le beszélgetni, hogy a sajtónak az a jó, ha rossz van, mert akkor lehet csámcsolni, meg kibeszélni, de nem egyébként, nagyon szurkolunk tényleg. Mindenkinek. Hát így azért sokkal jobb, úgyhogy, és hát bízunk benne, hogy akkor a Vidi is felnő, a többi Fehérvár is. A nagyon nagy széljába vagy most már végre. Már egyet nyertünk idén.
Hát én azt kívánom, hogy ilyen jó hangulatban teljen akkor a Vidin és a következő pár hét, mint ahogy itt az adás vége. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőknek pedig a figyelmet, tartsanak továbbra is a Fehérvár TV-vel, viszontlátásra!